Szóval tényleg úgy van ez, hogy amiről azt gondoljuk egy adott évben, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, ez nem sokat ér, az lehet, hogy 2-3-5 éven belül aranyat fog érni. Mire gondolok, ugye, mert most nem értik, hogy miről beszél a kárász. Hát arról, hogy a panelről, amikor régen beszéltünk, hogy jaj, te panelba laksz, jaj, ugyan már panelba vettél lakást, hát tulajdonképpen az emberek már-már hülyének nézték azokat, akik egy panelt vesznek. Na most kapaszkodjanak meg, ha az ingatlan árak stagnálnak, vagy éppen hogy növekednek, a panelok úgy kilőttek, hogy szinte már-már bizonyos kerületekben megközelítette négyzetméterenként az 1 millió forintos árat. Nagyon durva. Hát nézzék meg! A Fehérvári úton például 903 000 forintba kerül egy négyzetméter. A másik véglet persze az is megvan, mondjuk a Havannán 561, de pár éve ezelőtt egyébként konkrétan ennyiért lehetett venni egy négyzetméter árért mondjuk panellakást. Aztán ott van Gazdagréten, ugye én nagyon sokáig Gazdagréten éltem a Tüskő utcában, nagyon szerettem a Tüskő utca 4 szám alatt laktam, éltem, kár, hogy mondjuk nem tartottam meg azt a lakást, de nem tudtam, mert ugye el kellett költözni egy másikba, aztán onnan megint elköltöztem. De hogy kik fognak panelt venni, meg hogy kinek mennyi ideig lesz erre pénz, azt majd Benedikt Károly, a Dunahouse vezető elemzője elmondja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Most persze mosolyogtunk ezen, jaj, a Robi, hogy vezeti fel ezt a beszélgetést, de őszintén, van ebben valamilyen abszurditásnak tűnő tendencia? Mert azért ő már mióta van a szakmában? Több mint 4-5 éve foglalkozom csak ingatlanokkal. Na, és ingatlan elemzéssel. Hát azért 4 év alatt gondolom ez az adat még önt is meglepi. Igen, hiszen részben meglep, tehát hogy nagyon nem várt áremelkedés van a panellakások esetében, de bizonyos esetben érthető, hiszen ezek a legolcsóbb és legkedvezőbb áru ingatlan típusok, ami nagyon alulról indult árak tekintetében, hiszen itt beszélgettünk, hogy 5-6 éve még 5-6 millió forintért is lehetett venni panellakást, most azért már 5-6 millió forintért sehol nem találunk panellakást, még Miskolcon sem szerintem, és Budapesten pedig egyenesen ez mind 20-30 millió forint környékén van. A legdrágább panellakás, amit eladtunk idén, az egy 70 négyzetméteres, több mint 60 millió forint volt, tehát már 60 millió forintért is van panellakás, és érthető, ezt keresik a legjobban, nagyon jó elhelyezkedésű lakótelepek vannak Budapesten, és ez látszik az árakban is, tehát hogy dinamikusan növekszik évek óta, és egyenlőre még 2022-ben sem állt meg ez az emelkedés. Ez a dinamikus emelkedés, ez dinamikusabb mondjuk, mint a többi ingatlannál? Egy picivel igen, tehát hogy mivel alacsonyabb volt a bázis, ezért meredekebb az emelkedés, de azért a összességében az elmúlt években minden lakástípus emelkedett, minden lakástípusnak emelkedett az ára, a panel az kicsit kiemelkedőbb volt ezek közül is. A piac az úgy működik, hogy amilyen hírek születnek, amilyen döntések születnek, ami mondjuk egy ország életében mondjuk meghatározó, az hatása lesz valószínűleg az ingatlan piacra. Most mire gondolok? A rezsicsökkentés apropójaként meghirdetett változások vagy változtatások, például a panellakások esetében egy felhajtó erő? Felhajtó erő lehet. Ezekben az árakban ugye még nincs benne, hiszen ezek múltbéli adatok. Tehát, hogy egy hét múlva beszélgetünk. Nagyon gyorsan beárazza a piac ezeket a változásokat, akár csak egy rezsicsökkentés csökkentésének és a panellakások egyenlőre kimaradásának a hírére gondolunk, hiszen a panellakások amúgy is tervezhető fenntartási költsége vannak, és a jó panelprogramos épületek már nem is annyira nagy rezsiköltséggel, eddig sem nagy rezsiköltséggel kellett számolni, és most a továbbiakban pedig ez sokkal könnyebben lesz kiszámítható, és ráadásul ezek nem nagy lakások, tehát 40-60 négyzetméteres általában ezeknek a panellakásoknak a mérete, tehát méretéből adódóan is ez biztos, hogy be fog férni az átlagfogyasztásba, és ez növelheti még, vagy tovább növelheti a keresletet, és hogyha a kereslet növekszik, akkor az árak is természetesen nőni fognak. Ugye azért néha megvádolnak, hogy jaj, mindig csak Budapestről beszéljünk, kétségtelen, hogy most a grafikon ugye arra vonatkozik, de nézzük ezt most országos szinten. Hogy a panellakásokat amúgy érdemes is országos szinten nézni, meg a teljes ingatlanpiacot, hiszen például bár Budapesten gondoljuk, hogy nagyon sok panellakás van, de arányaiban Debrecenben, Miskolcon például több a panellakás, hiszen a vidéki nagy építkezések a 60-as, 70-es, 80-as években ott is jelentős mennyiségű panellakást termeltek és építettek. Ezeknek az ára is ott még picit kedvezőbb, mint a többi lakástípusé, a családi házak, téglalakások, de ott is nagyon nagy emelkedés van mind a keleti, mind a nyugati ország részben. És tehát a tendencia már, mint
mint ez az áremelkedés hasonló. Ez országos. Mértékű. Igen, tehát itt nincsen különbség Budapest és vidék között. Ára dinamikában, sőt 2021-et a vidéki ingatlan piacának is szoktuk hívni, hiszen ott jelentősebb volt az áremelkedés a 2021-es évben. Köszönhetően annak, hogy vidéken tényleg egy picit kedvezőbbek voltak az árak, de közelített az árolló, és például egy ilyen rezsicsökkentés változás azért jelentősen hathat nem csak a panellakások piacára, hanem a családi házak, hiszen a korszerűtlen nagy családi házak. Bizony. Valószínűleg azért már nem fog fölmenni az ára, ott nagyobb lesz az ára, alkunak a lehetősége, kevesebben fogják keresni, még az alternatív energiával működő, korszerű, nagyon jó házak, sorházak sokkal keresettebbek lesznek, és ezáltal sokkal drágábbak. Hát nem az ön asztala az, hogy most KH-ból mennyit adnak el, vagy adtak el az elmúlt napokban, de ugye ön is olvasta azokat a híreket, hogy mondjuk a KH-k, kazánok, cserép KH-k irányába, ugye milyen megnövekedett lett hirtelen a kereslet. Ingatlan piacon érzékelhető egyébként? Mert most tudom, hogy önök is sokszor ugye csak azt figyelik, hogy adásvétel tekintetében mennyi tranzakció született mondjuk egy hét leforgás alatt, de kereslet kínálat tekintetében van változás? Érzékelhető, ez nagyon hamar érzékelhető az ilyen típusú változás, hiszen hosszú időre veszünk egy lakást vagy egy házat, ezért, hogy adott pillanatban mindig a legjobb döntést szeretnénk hozni, és már jobban keresik a korszerű ingatlanokat, és sajnos Magyarország ingatlan állománya elég rossz állapotban van, tehát hogy tényleg nagyon sok a korszerűtlen, rossz nyílászárokkal, nem szigetelt épület, ami nagyon sokban befolyásolja a rezsiköltséget. Még egy nagyon fontos kérdést, ha már itt van Benedikt úr, hogy segítsünk egy kicsit azoknak a hallgatóknak, diákoknak, akik majd most szeptembertől megint elkezdik ugye a tanévet, egyetemeken és albérleteket keresnek. Várjanak ki, most csapjanak le. A jó vétel az mindig jó vétel, akár bérelni, akár vásárolni, de ön mit lát? Azonnal kell dönteni szinten, nagyon nagy a roham az albérletekért, és a bérleti piacon amúgy is szűk a kínálat, a menekültek és egyéb más hatások miatt nagyon kevés lakás van a piacon. Gyorsan kell dönteni, és azonnal, hogyha jó lakást szeretnénk, és itt is meg kell nézni szinten a rezsiköltségeket, mert van már olyan albérlet, ahol a rezsiköltség szinte magasabb, mint a bérleti díj. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Közben hátra néztem, hogy a Somos Andi is megérkezette, de úgy láttam, hogy megérkezett, úgyhogy önnek köszönöm szépen az interjút, a beszélgetést, majd innen folytatjuk legközelebb.